I came here and it's a little bit difficult because amikor megérkeztem, nem volt könnyű az átállás az időeltolódás miatt. Az első héten ezzel akadt egy kis gondom, de utána már minden könnyen ment. A klubnál nagyon kedvesen fogadott mindenki, a lányok is gyorsan befogadtak, tényleg nem okozott nehézséget a beilleszkedés. Korábban a román bajnokságban védtem, ami egy kimondottan erős bajnokság, de egyértelműen erősebb a magyar pontvadászat. Nagyon jó és gyors játékosok játszanak ebben a ligában, ráadásul rengeteg a fiatal játékos, ez mind-mind emeli a bajnokság színvonalát. Gyermekként a televízióban néztem a magyar csapatok a Győr vagy a Ferencváros európai kupameccseit, és csak reméltem, hogy egyszer ilyen szintű csapatok ellen játszhatok. Minden tudásommal próbálom segíteni az Albát, nagyon örülök, hogy itt lehetek. Én úgy gondolom, hogy amit a Győr ellen meg tudtunk csinálni, ezt az MTK ellen is működni fog. Az, hogy idegenben mennyire tudunk csapatok ellen nyerni, nézhetjük például a Vasas meccsünket, mert az is nagyon jól sikerült idegenben. Így szeretnénk most megoldani az MTK-t is, és elhozni a két pontot. A mezőny második fel elképesztően sűrű. Ez így van, minden pont számít, pont ezért szeretnénk ezt a két pontot begyűjteni. Most már tényleg úgy vagyunk, hogy minden meccsen meg kell próbálnunk pontot szerezni, akárhogyan is, de nagyon fontos a végjáték érdekében. Felkészülünk a következő mérkőzésre, de az ellenféltől függetlenül is nagyon hiszek a csapatunkban. Komoly teljesítményre lehetünk képesek. Hiszek abban, hogy a befektetett munka meghozza az eredményét, márpedig munkában nincs hiány. Edzőnk Roland alaposan felkészíti a csapatot, az aktuális ellenfélből is külön készülünk, szóval készen leszünk a mérkőzésre. Abban biztos vagyok, hogy kemény, harcos bajnoki vár ránk, izgalmas mérkőzést láthatnak majd a szurkolók. Az ilyen fontos meccseken, mint például ami csütörtökön lesz, ott mindenképpen előhozunk minél több energiát, és ameddig tudunk, megyünk.